Sziasztok! Újra itt vagyunk. Még mindig mi vagyunk a rendőrkapitányok Freebergben. A hatodik napon vagyunk, ahogy azt minden újság bal felső sarkában látjátok. A három újság ma reggel azt mondja, hogy Jack Boyd, vagyis mi, kirúgtuk az összes fekete rendőr alkalmazottat a városháza utasítására. Ezt megerősítendő a Golden Burn nevű lap azt írja, hogy Rogers polgármester bizonyítottan rasszista, illetve idéztek is a polgármestertől, aki azt mondta, hogy nincs félelem benne a versenytársakkal kapcsolatban. Harmadikra mindig beröffel a motor. Nyomassuk. Mr. Boyd, there was a man here earlier. Hello. He left you this. Valaki itt hagyott neked egy... What man? Who let him on this floor? I don't know. I've never seen him before. I asked him his name, but he just ignored me. He was talking on a big telephone, you know, one of those portables. He gave me this envelope and left. Oh. Damn. Egy hordozható telefonon beszélt. What is this? Mit kaptunk? Az első levél. Hopp, az öreg haver. Éppen elhagyja az országot, reméljük. They could have shot them the second they took the photo. But I knew Kendrick and his family were all right. Oh, either egy way, fotó. The message was not that they got out. It meant that I was in. My servitude to the mafia had begun. Okay. I'd only been in my new position 5 seconds, and I already knew why Kendrick called it a contract. You sound doomed if you call it what it is. A curse. Szóval átvettük Kendrick helyét, most már mi vagyunk a maffia tagja. Good morning, Jack. I believe you just received my message. Who am I speaking with? Oh, I'm sorry. I forget some people don't recognize my voice. Oh, hello, az öreg Sandy. But I assure you, Jack, if I was sitting right there in front of you, you'd have no trouble recognizing me. Like I was a member of your family. Even better than a wife, perhaps. A wife can betray you. Oh. No man is immune. No. I don't talk to people who don't tell me their names. Oh, Jack, don't be so childish. You're too old to run away from strangers. Yes, we both are. And in our old age, friendship becomes rare and all the more precious. But of course, we must work with new people and find out new names. So if you insist, Jack, let us formally meet. Hello, Jack Boyd. I'm Christopher Sand. Wonderful, Mr. Sand. And what is it you do for a living? Oh, you'll soon find out all about that. Well, mivel foglalkozik Mr. Sand? Majd megtudod. Could ever expect. You're a simple policeman no longer, Jack. Don't turn off your phone. You start today. Ne kapcsolod ki a telefonodat. Ma kezdesz. Kösz szépen. Kösz szépen. Akkor úgy tűnik még több hívásra számíthatunk. 8 in 10. It's been my go-to principle since my first day on the job. I've got to let my colleagues hush up what they need to, 2 out of 10 times, so that they'll help me with the remaining 8. 80 out of 100, 800 out of 1,000. I'm proud of those statistics. It's not so bad for Freeburg, right? But now I just officially became a mafia whore. I'm supposed to be fearing for my life, for the lives of my wife and children. But the only thing I can think, what's gonna happen to 8 and 10? Most össze kéne szarnunk magunkat, mert egy maffia tagok lettünk. De nyertünk egy trofit. Valami még ki majd biztos elmondja, hogy miért. Az öreg Sharrow sorozatban másodszor szeretne. Oké. Okay. Szeretné befejezni a könyv olvasását, mert annyira izgalmas volt egy könyv, úgyhogy holnap bejössz. Pördi. A nagyapának epilepsziája van, és a rohamai egyre rosszabbak. A dokik azt mondják, hogy új speckó gyógyszer kell, amit csak a városon kívül lehet megszerezni, és nyilván ő az egyetlen családban, aki tud vezetni. Szóval mi lenne, hogyha elmennénk a gyógyszerekért? Menj, de gyere holnap. Egyébként téged akartalak erőléptetni, de mivel elmentél, nem tudlak. Drága jó Purdy. Úgyhogy... Start a day.
Induljon a nap. Egy kis shopping. Vagy mi. Belakadnánk az I Like Chopin-t is, de inkább ne. Luxa föl. What? Gang member? Bandatag. Kuan Yin Lin úgy tűnik, hogy a Vörös Maszkok nevű bandatagja. Segíthet neked lezúzni a bandát, hogyha megteszed informátornak. Ha legyen, hát figyelj. Yin Yang. Really? Az a neve, hogy Yin Yang? Okay, man. Szóval a Gang Hunt, vagy bandavadászatba, banda üldözésbe kezdtünk. Sok ilyen banda van Freeburgben, ami azt jelenti, hogy csomó vérdíjat tudunk begyűjteni. Néhány bűnöző, akivel találkozni fogunk, az néhány bandának, egyik-másik bandának a tagja. Azért, hogy szabadon elsétálhassanak, esetleg feladhatják a főnöküket. Ning He. Hát ha ott van már alatta az a izéhozé, tetovált gyikkar, tetovált fiú, nem tudom megjegyezni a nevét, akkor investigáljon egy kicsit, vagyis, hogy nézze meg, hogy mi újság azzal az emberrel. Főnök, vagy boss. Ezzel a módszerrel elkaphatunk néhány bandatagot, egyre magasabb és magasabb szinten a táplálkozási láncban, majd a legvégső csapásként lenyomhatjuk a főnököt. Ha le tudjuk tartóztatni a főnököt, a bandának Sanyi, és megkapod a jutalmat. A jutalom az esetben odafönt látható 20 000 dollár. A bandatagok. Néhány kis plusz pénz is beeshet, hogyha megfenyegetünk, vagy mit csinálunk vele. Elkapunk, letartóztatunk egy-egy bandatagot. Amikor letartóztatunk, egy ilyet bónusz kapunk, de ugye ez miatt a paktumunk azzal a személlyel az véget ér, nyilván. Ugye nem lenne túl ötletes, hogyha kis halakkal itt teletöltenénk a börtönöket, hanem a kis halakat használjuk arra, hogy a nagy halakat elkapjuk. Kuan Yin Lin letartóztatható 2000-ért. De nem tartóztatjuk le, hanem nyomnék egy karikát. De hát hiába nyomom a karikát, vagy a háromszöget, vagy a négyzetet. Basszus, semmit más, hiába nyomok bármi mást. A számítógép azt akarja, hogy tartóztassuk le. Dobjátok a pallóla le. Ennek itt semmi értelme nincs. Oké. Okay. Vagy hát lehet, csak megmutattad, le lehet tartóztatni. Ning He. Start to investigate. Receiving stolen property. Ning He volt az, aki, ha visszaemlékszünk, az előző napon, vagy két nappal ezelőtt ellopott antik nyakláncot elrejtette valahol. Úgyhogy a frissen megszerzett Flagella mami az most neki állhat nyomozni a nyaklánc után. Hadd szóljon. Lássuk. A városháza megint adott nekünk egy jó feladatot, hogy Bao Liang sok interjút adott, amiről hát amiben elmondta, hogy túl sok volt az atrocitása a Vörös Maszkos banda felől által, stb. Torzította a tényeket, túl sokat dumált. Ha szeretnéd, hogy az emberek ne pánikoljanak, akkor le kell nyomnunk a bandát a következő 4 napon belül. Szuper! Hivatalos... bocsánat. Hivatalos panasztétel a munkaügytől, mert hogy
A dolgozóim kitöltöttek egy hivatalos paraszt ellenem. Összegyűjtjük az információinkat és meglátjuk, hogy mik a körülményei az ügynek. Szuper! Itt mi a helyzet? Job slot officer, ez az request approved, vagyis jóváhagyták a kérvényemet, mely szerint még egy őrmestert, vagy mi a túró ez, azt így szerződhetünk. Tehát itt is a labor market, nézzük meg, hogy honnan. De nem tudom, melyik passzus, nem tudom, melyikbe kell felvennem. Anyhow, nem tudok visszamenni, eledj meg eredjel, de visszatrak, jó. Ásívben van 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igen. Igen, B-sívben van 7. Gyanítom, hogy akkor a B-sívbe kéne tenni. Bár... Igen, most a B-sívet segíti ki az öreg Börcs. Aki már ránézel és szomorú leszel. Jó, úgyhogy a B az, amibe... Most beszerzzük. Heli Orion. Neki lesz egy öve is biztos. Hire for shift B. Alright! 17/17, detektívből is van 6/6. Egyetlen probléma, hogy 2-4 arányban vannak elosztva. Burrito meg flagger... jó, mindegy. Investigációk. Nézzük meg, hogy mi a helyzet itt. Details. Details, details, details. A sorrend a kérdéses, hogy ugye... Mrs... Na jó. Tehát ott vannak a clues, amikor... itt mondta Mr. Carpenter. Kiment gyógyszerért, és majdnem elütötte egy idióta autója, úgyhogy valószínű akkor menekült már. Legalábbis remélem. Úgyhogy, jön az autó. Ezt oda rakjuk. Kilőnek belőle. És elmegy az autó. Travis Horton, egy ismert rasszista, aki már többször volt elítélve. Ő gyanúsítottunk, ezért kaptunk pluszpontokat. Szuper. Következő kérdés, hol lehet ő? Travis a dokkoknál dolgozik feltöltőként. Gondolom áru feltöltőként. Mivel gyilkosságról van szó? Bocsánat, kiküldjük Jencit. Bedobjuk a mélyvízbe Tsubakit, illetve a SWAT-ot. Tekintettel arra, hogy még csak egy gyilkoshoz megyünk. Toljátok neki. Hoppá! Gyilkossági... mi? Emberölési kísérlet az. Sugar Dream Confectionery, ahogy a cukor álom. Oh, nagyon. Szóval a cukrosboltban. Egy fiatal dolgozó punyóba keveredett egy menedzserrel, és megpróbálja belelökni őt egy bödön forró csokiba, forrásban lévő csokiba. Na most, kocsi megtanulta, hogy kell a bunyót szétválasztani, úgyhogy kocsiba be, ablakot le, könyököt ki, kettesbe be. Investigáció elindult, Ning He és az ő hűséges asszisztense Yin Yang, mi? Nem. Szóval Ning He a hűséges asszisztense Yin Yangnak, aki egyébként még, mármint hogy Yin Yang is, Ning He is alapító tagja a bandának. Úgyhogy ő kérheti, hogy énekeljék el a himnuszt. És a legkomolyabb munkákkal bízzák meg. Nyaklánc. Mondom, nyaklánc. Igen. Ning He a legértékesebb cuccait otthon tartja, midőn előkészíti őket eladásra. Hoppá. Aztán beviszi őket a Wise Dragon, vagy Bölcs Sárkány étterembe. Azon a napon, bocsánat, egy nappal azelőtt, hogy azt eladást tervezi. Tehát egy nappal az eladás nyílbeütése előtt. Igen.
A bandának valószínűleg egy azonnali vásárolója volt a nyakláncra, így az öreg Ning He elvitte a nyakláncot az étterembe azon az estén, amikor ellopták. Az étterem általában reggel 8 körül... Mi? Jézusom, milyen 8? Jesus. Szóval, gondoltam én akkor nyit, de nem. Általában egész nap nyitva van, de azon az estén... zárva volt, mivel egy fontos áru eladása lett éppen nyílbe ütve, illetve Ning He kulcssal is rendelkezik ehhez az étteremhez, valamint az értékeket oda bent egy széfben tartják a bár alatt, bárpult alatt valószínűleg. Oké. Hát ez very egyszerűnek tűnik. Bement, berakta a nyakláncot a széfbe, aztán ha még nem adta el, akkor eljött a nyaklánc nélkül. Úgyhogy remélem valami jófajta frémeket fogok kapni, mert különben... Különben what else? Ó. Lászunk másik dalt, mert már egy ideje nem szól semmi, nem igaz? No. Yo, DJ, spin that shit! Igen... Hopp, gyilkossági jelentés. Meg is van. Meg is van. Mindenki plusz pontot kapott. Ennyi. Problémamentesen. Boom. Minden egyet gyanúsítottat elkaptunk. Egyből egyet. Ennyi. Ha-ha. Kocsi plusz pontokat kapott. Hiszen tudja, hogy hogyan kell az ilyennel. Kocsilopási kísérlet a külvárosban, vagy kertváros, vagy hát látjátok milyen. A parkoló őrünk Dylan Burns azt mondja, hogy látott egy tinédzsert a kocsi között sétálni és próbálgatni a kilincseket, hát ha van egy lezáratlan jármű, mielőtt a figyelő emberke oda tudott volna érni hozzá, a tini berobbant egy nem lezárt ajtajú autóba. Néhány másodperccel később már kerék csikorgatva kirobbant a parkolóból, irgalmatlanul átlépve a sebességkorlátozást, és a kertváros felé inalt el. Akkor nagyon jó. Crime in progress. Valaki visszaér? Volna, ha Jenci és Cubaki visszaérne. Úgyhogy Jenci és Kendall fog kimenni ehhez az ügyhöz. Hadd menjem. Kocsi is visszaért, nagyon remek. Van valami affér. Jó, hát igen, a Red Mask genget kell lezúznunk. City Hall. Aha, 4 nap múlva kérhetek bármit is tőlük, ugye? Nagyon nem kell azért ilyen gyorsan és sokat kérni. Hostage situation, vagy túlszejtés. Hoppá. Ugyanott, ahová a menekülő kisfiú ment. Egy bömbölő kis ember, nem gyerek, hívott, hogy valaki akarata ellenére fogva tartja, nem engedik ki, kínozzák és zaklatják, nem hiszi, hogy tovább bírja, és ki akar menni és látni Pete-et. Fúha. Lehet, hogy ez csak egy elkeseredett tini, akit a szülei szobafogságra ítéltek, de mivel 4 ember kiküldhetek hozzá, úgy vagyok vele, hogy menjen Kocsi és Birch. Hát a kocsi jelenléte Birchre jó hatással lesz. Na, Jenciék odaérnek a helyszínre, és azt mondják, hogy... Ó, meghatározták az autó helyzetét. Kérdés, mit tegyenek? Megelőzzék a gonoszt, és blokkolják az utat, vagyis zárják le az utat, vagy előzzék meg a bűnözőt, és próbálják meg letartóztatni, vagy lőjenek rá.
A franc se akar rálőni egy tinire, aki ellopott egy autót, hát normális vagy? Várjuk le az utat, nem? Na, gyerekek, nem ez volt így a... Hát... Ott a jó ég. Na mindegy. Elmenekült az autóval együtt. Szuper. Nagyon szuper. Hogy telik az idő. Egyre sötétebb van. Ahhoz képest, hogy azt mondták, ma rengeteg munkám lesz. Hoppá, hoppá, várjunk, várjunk. Lopás a Rubinovics kaszinóban. Egy... hát igen. Szóval betelefonált egy mérges kaszinó látogató, aki állítása szerint a kaszinó lányai közül az egyik ott lógott az asztala körül és elemelte a tárcáját, nem a tálcáját, mert annak semmi értelme nem lenne, hanem a tárcáját, amiben néhány ezer dollárt készpénzben tartott és egy csomó hitelkártyát. A kaszinó biztonsági szolgálata kidobta őt, mondván, hogy részeg volt, de a férfi nem adja fel ilyen könnyen. Hát hogyan adná fel ilyen könnyen? Cubaki, vidd magaddal a price-t és oldjátok meg a situation-t. Létszi, főleg, hogyha csak egy részeg férfiről van szó. És milyen jó, hogy nem price-t hagytam itthon. Christopher G. Sand, aki a fő mafia muki, azt mondja, hogy hey Jack, egy idióta nem akarja be visszafizetni az adósságát. Azt mondja, hogy a rendőrség majd megvéri. Úgy hiszem, hogy itt az ideje, hogy megmutassuk, hogy kinek az oldalán áll a rendőrség. Hát, ugye, itt azt mondhatjuk, hogy elutasítjuk ezt a csodálatos ajánlatot, és akkor jöhet a levágott lófej az ágyunkba. Vagy azt mondjuk, hogy hello, Max Stone, figyelj, menjél már. És jön a túlszejtésű. Joseph Lowry's mother wouldn't let him go play until he ate his broccoli. Pontosan, amit mondtam is, hogy az ifjú Joseph Lowry, meg Lowry, nem lazábban, Lowry. Szóval, Joseph Lowry, édesanyja, nem engedte ki játszani, amíg nem ette meg a brokkoliát, és ezért hívta ő a rendőrséget. Téves riasztás. Köszönjük. Neon lámpa for president. Hadd villogjon. Megérkezett Kocsi és Birch, megérkezett Max Stone. Hopp, lopási riport. Senki nem sérült meg. De természetesen a Rubinovics kaszinóban a részeg férfit, akit már kidobtak az utcára, nem sikerült elkapnunk. Gratulálok! Annyira büszke vagyok. Nem. Szóval, halálos fenyegetés fegyverrel a városközpontban egy parkoló kijáratánál. Biztonságért megállított egy... Atya úristen. Szóval megállított egy fura kinézetű gyanús, ezt a szót kerestem, egy gyanúsnak látszó furgont, és megkérte a sofőrt, hogy mutassa meg a tagságiát. A hölgy sofőr benyúlt a teljesen természetesen így, just like that, csak úgy benyúlt a kesztyűtartóba, majd kihúzott onnan egy fegyvert, és tüzet nyitott. Kocsi, Jenci és Birch már is a helyszínre robognak. Így ti vagytok az éjszakai műszak. Medikopter 117, amit akartok, nyomassátok. Meg kell akadályozni. Minden meg kell akadályozni. Nem lehet csak úgy. Most ott vagytok, és... Aha. Oké. Okay. Egy járőr utolérte a kis ganénak, a lövöldözőnek a furgonját. Mit tegyünk? Lőjük ki a kerekét, próbáljuk meg lenyomni az útról, vagy ez a bullhorn, ez nem tudom mi, de használjuk arra, hogy utasítjuk a furgont megállásra. Szóval valószínű ez valami
szirénába épített, még brutálisabb sziréna, esetleg még beszélni is tudunk hozzá, stb. Stb. Mivel, hogy... Hát nem tudom, ott vannak a legjobb lövőink, vagy nem? Lőjük ki a kerekeket, vagy... Ezek kettő között vacilálunk, most én hiába fogok rákiabálni, hogy álljál meg. Még cím, a rendőr, álljál meg. Ez nem lesz nagyon hasznos. Jó, ne lövöldözzünk itt, próbáljuk meg elnyomni az útról. Aha. Egy jófajta kézivékes kanyarba menekül ez a furgon, és belezúz egy sex shop kirakatába. Egy nő száll ki a járműből, elkapja a helyi bótost, és fegyvert szorít a fejéhez. Nagyon jó, mit teszünk? Szólunk neki, hogy engedd el, léci, vagy hozzávágunk egy gumi szexbabát a hát csajhoz, mert ez így nem olyan jó, vagy simán fejbe lövöm a csajt. Először felszólítanám az együttműködésre. Meg is van. Senki nem sérült meg. Börcs annyi pluszpontot kapott, amennyit életében még soha. Látod, Börcs megéri átvenni a B-műszakba. Nem igaz. Hú. Oké. Okay. Mindjárt holnap van. Nem lehetne azt, hogy befejezzük ezt a napot? Most komolyan. Mert úgy érzem, hogy így... Itt a report. Három új frame. Jó, lássuk, mi történt. Azt mondja, hogy... Ez itt egy csomag, meg egy... Nem tudom mi. Aktatás se. Ó, biztos aktatáska, igen. Megy a bárpult felé. Az öreg punk. Punk Minghe. Ez pedig egy széf, amit feltörnek. Nem. Ez egy ajtó, amit feltörnek. De azt írja odafönt, hogy az ajtóhoz Ninghe-nek van kulcsa. Akkor miért csinálna Ninghe olyat, hogy egy feszítővassal esik neki a hátsó ajtónak, vagy hát én nem tudom, de... Én biztos nem úgy mennék be, ha valamihez van kulcsom, hogy feszítővassal pattintom fel. Na, mindegy. Hát, jó. Jó, nem kaptunk másik frémet, úgyhogy ezt ide tesszük. Oda ment a bárhoz. Berakta a kis szépbe a cuccot, és kijött. Természetesen ez így nem jó. Úgyhogy legyen az, hogy bement a bárba, bedobta a hús, aztán bement a bárhoz, ez se jó. Pont azért nem jó, mert kulcsa van hozzá, érted? Hát mi a túrónak kapok ilyet, hogy fel kell törni egy ajtót? Tök hülye ez a mamó. Most archiváltam, nem tudom mit jelent az, hogy archiváltam. Beraktam a fiókba és... Basszus, remélem ki lehet majd venni a fiókból. Csak kíváncsi voltam, mi történik, rányomok az archív gombra. Nem lehet abba hagyni ezt a napot? Hú, oké. Okay. Price már most a halálán van. Akárcsak De Brito. Első checkpoint a mai nap folyamán. És ennyi volt a hatodik nap, jöhet a hetedik. A rasszista bandák karázdálkodnak a városban. Francis Kendrick nyomozása új
fejezetet nyithat, vagyis hogy új fejezetet nyithatnak Francis Drake-nek nyomozásában, valamint egy második tornyot is építhetnek Freebird-ben. A harmadikra bedöfteni, úgy. Nyomatjuk a vezetést. The people of Freeburg have built up a tolerance for the petty horrors of modern life. You'll never see crowds gathering around a beaten passerby. Folks rarely even slow to gawk at a car accident. And street theft doesn't turn heads anymore. Been a long time since people got worked up about stuff Freeburg like that. Freeburg lakói hozzászoktak már ahhoz, so when I ran into a troubled crowd on the way to work, városban. I knew there was something serious going on. És nem szoktak itt tömörülni, vagy valami, de amikor meglátta, hogy van ilyen tömörülés mégis. But apparently all it takes is a bunch of leaflets, or spreading broken glass across Main Street, or releasing a couple of hundred rats in the ice arena. The mysterious figure taking responsibility for these strange acts goes by the alias Robespierre. Nobody knows who he is, what he wants, or what all this adds up to, from the buckets of lard spread on the sidewalk to the front door of City Hall covered with ostrich feathers. But this strange cross between childhood pranks and cheap theatrics has got the people all worked up. Everyone understands when some Freeburg crook satisfies the basic human need to rob and kill. But when someone steals a lion from the local zoo and locks him in a cell below the courthouse, the people start asking questions. Myself, I kind of like this Robespierre. It's not just the pranks he's pulling or his green bull's head in it. I just like his funny nickname. Robespierre? Really? Who does that make me? The Marquis de Lantenac? I don't think so. In the old books about revolutions, I fancy myself the old gunner who goes off to war with a bag of damp powder. So it'd be maybe the innkeeper who tops up the beer cakes with mop water. It's something to think about. Valószínű. Martin Stett is your new deputy. Az új helyettesünk. Shevchenko megint nem jött munkába. Komolyan mondom, Roy. Roy azt mondja, hogy baj van a gyerekkel, és be kell menni a suliba. Menjél, de gyere holnap. Stripes. Promótáljuk Pördit. Tadá! Mindjárt vidámabb lett. Aj, mindjárt vidámabb lett, hallod? Hát ez csodálatos. Akkor kezdhetjük is a napot. Pördi olyan vidám, hogy megőrülsz. Wow. Vehetünk új lemezeket. Katalógus. Úri listája a nevű katalógusunkban mindig találhatunk valamit. A legalacsonyabb lehetséges áron. Rendeljünk előre és spóroljunk. Picit drága. Coming soon. $594 egy lemezért. Nem is értem. Eat, drink and repeat. Nagyon jó. Csak azért, hogy legyen valami. Rendeljük meg a legolcsóbbat. 100 kerek dollárért. Persze, nem akarom venni. Hogyan ne akarnám megvenni? És természetesen, ha már egyszer megvettük, lapozzunk át 172 lemezt, mert ugye körbe nem lehet. És pattintsuk rá a lemezjátszóra. Azt hittem megakadt. Igazából a maffia szolgálataira hívja fel a figyelmet a kis ablak, ami azt mondja, hogy a maffia néhány nagyon érdekes szolgálatot tud felállni nekünk,
hiszen mivel tulajdonképpen a tagjai vagyunk a családnak, így igazából alig fog bármit is kóstálni ez a kis segítség. Sands, vagy a Sand Familia. Úristen. Jó, a lehetőségek következők. Csapdát állítunk. A maffia majd meghamisít nekünk egy folyamatban lévő bűnügyi riportot, és minden egyes nyomozó, aki a helyszínre ér, az meg fog halni. Konkrétan, mint az látható egy célkereszten, így lelövik az összes zsarot, aki kiküldök a helyszínre $1000. How about no? Közdeköz nem. Investigation trappa vagy nyomozási csapda, a maffia meghamisítja egy speciális nyomozás report, gondolom, mi? Igen. Speciális nyomozás majd jól meghamisít nekem, és a detektív, aki kiérkezik a helyszínre, az jól meghal, de ez csak egy detektívre igaz, és már 1500-ba kerül. Fenyegetés. A maffia jól megfenyeget majd embereket a committee embereit. Hát mindegy, igazából $35,000 kerül, szóval én még annyit pénzt összesen nem láttam, úgyhogy ezt most szerintem ki is hagyhatjuk. De azt hiszem a tanácsnak a tagjait mielőtt még a valami bírósági irodában mennének a meghallgatásra. Ilyesmi. Bocs, ez most nincs meg teljes mértékben, de a lényeg az, hogy 35,000-ért nem hiszem, hogy most ezzel kéne kezdenem. Az új asszisztens, ez igaz, nem Kendrick, de nem annyira haszontalan, mint amilyennek látszik. El tud kezelgetni néhányat a feladatait közül, amikor szorít az idő, de az ebédet nekem kell állni, akár csak az összes többi kiadást. Ha! Kösz és kösz! Most irgalmatlanul korán bejöttünk, vagy mi történt? Deputy! Meg kell nyomnom a gombot, különben nem megy tovább. Elküldhetném tréningre a rendőrakadémiára 1300-ért. Te! Elküldhetném barbecue-zni a kollégákat, beosztottakat 3500-ért, csak úgy ilyen kis csapatépítő barbecue, ilyesmi. Szerződtessünk egy besúgót, fizessünk egy alkalmazottnak, hogy fontos információkat gyűjtsön nekünk 3000-ért. Aztán persze konzultáltunk detektíve, majd ha lesz $50,000, vegyünk neveket 2500-ért, ott az lenne a lényeg, hogy derítsük ki, hogy kik azok az alkalmazottak, akik majd tanúskodnának ellenünk, illetve 12000-ért hallgatást tudunk vásárolni, ami azt jelenti, hogy meggyőzünk, gondolom, kemény eszközökkel kollégákat, hogy ne tanúskodjanak ellenünk. Tehát gondolom az első lépés az, hogy derítsük ki, hogy ki akar ellenünk tanúskodni, illetve utána majd. Statisztika? Wow! Na hát eddig ezt nem is láttuk, ugye? 7. napunk, már csak 173 van hátra, semmi komoly, 1200 a heti beömlő pénzem a fizetés szerint, $5,700 érdemeltem ki, annyit kapok fizetésként is mellé, tehát annyit kerestem még pluszba, és 100-at költöttem, ez elég jó arány. 12 bűnügyet derítettem fel, 11-et nem. 2 esetet sikerült megoldani. 1 őrmester sajnos meghalt, detektívem nem. 2 detektívet és 2 őrmester ki kellett rúgnom. Ami miatt nyomozást indítanak, majd eljárást indítanak ellenem valószínűleg. Haruyo Asano. Igen, ő az egyik. És nem az egyik, hanem az egyetlen, akit lelőttek szolgálat közben.
és ma van a temetése. Köszönöm, elég volt. Igen, a munkaügy, vagy ilyesmi. Ó, továbbították a végrehajtásnak, vagy az ítélet végrehajtóknak, meg tudom én, valakinek továbbították, hogy vizsgálják tovább a ellenben nyújtott vádakat. Lopás, avagy tolvajt kell fognunk, a Bigfoot, szép név, egy cipőboltnak, edzőcipőboltnak egészen pontosan. Az eladó azt jelentette, hogy két tinédzser megtalálta a legdrágább surranókat, és fölpróbálták őket majd fizetés nélkül kirohantak az boltból az új cipőkkel a lábukon. Úgyhogy gyanítom, Kingston és Jean-Claude Van Dahl ennek is elkapják őt. Őket, bocsánat. Összesen 4 cipőt kell ezek szerint visszaszolgáltatnom. No open investigations. Archive. Reopen the case. Marhára reopen. Úgy, hogy Cheryl lesz a lead. Beasley pedig neki dolgozik. Really? Just saying. Elrontottam itt az archiválással, emberek. De meglátjuk, mit tudunk kihozni az ügyből. No. Valaki hívjon már. Oppa, oppa. Aj, ott a rókalábú fiú. Szóval a tinédzserek ott állnak, és nem messze a bolttól dohányoznak, és csodálják az új cipőiket. A. Próbálj meg az egyiket elkapni. B. Hey, van egy cégid. C. Itt az ideje, hogy visszaadjátok azokat a cipőket. Itt az ideje, adjatok vissza. Így van. Csőváz, plusz 10 pötty mindenkinek. Jean-Claude Van Dahl arcáról a fagyos tekintet már majdnem eltűnt. Gyilkossági. Már megint ez a gyilkosság. Na jó. Kísérlet. Szóval gyilkossági kísérlet. Egy férfi hamarabb ért haza a munkából, mint szokott, és természetesen a feleségét találta az ágyban az ő szeretőjével, mint az asszony szeretőjével. A szobalány, aki mindeközben otthon volt, természetesen, addig jut akkor ritgatott, mit csinálna mást, hívta a rendőrséget, amikor meglátta a férjet, amint előkap egy vadászpuskát a fal íszekrényből. Az előléptetett Purdy, a érdekes mosolyú Samadhi és Birch Jr. fog kimenni a helyszínre. Vagy Birch Jr. Birch Jr. ő még jobb állapotban van. Hadd menjen. Kiventek hárman, azt mondjátok a férjnek, hogy hello, tedd le a puskát, mert probléma lesz. Nem kell elülni az asszonyt, valószínű, jobb lenne, ha életben maradna. A városháza hív. Ma Freiburgben a visszajövőbe premierjét. Wow, akkor tényleg a múltban játszódik ez a hely, egy kis... Jó, semmi baj. Szóval a visszajövőbe premierjét mutatják be éppen, és a film forgalmazói arra kérték a várost, hogy álljon már egy őrszem a... nem őrszem, szóval egy rendőr az ajtónál, és biztosítja a látogatókat arról, nem, biztosítja, hogy a látogatók nem hoznak be kamerákat, a kis kézi kamerákat a színházba. Ezzel Grant is teljes mértékben meg fog birkózni. Olyan volt a hang, mint hogyha külön autóval mentek volna.
Hova szökött el? Hova szökött el otthonról a férj? Azt magyarázd meg. Kimentek hárman. Van egy darab férj. És elszökik? Hogy a vérbe? Atyaég. Hát ez azért... Ezt így azért nem hittem volna. Nem csoda, hogy Börsnek ilyen savanyú képe van. Hát olyan fia van, hogy megőrülsz. Freeburg. Általános iskola. Egy ifjú apuka, megfosztva a szülői jogától, megpróbálta fölvenni a gyerekét, a kislányát a suliból, és amikor nem engedték be, megtámadott egy tanárt, földre lökte és elkezdte őt, aki egyébként egy tanárnő, rugdosni. Úgyhogy ide figyelj, Kingston, Dixon páros. Már mehettek is. Na te jó ég. Ulrich Bieber. Micsoda? Hello Mr. Boyd, vagyis mi? Van egy elég érzékeny problémám. Hát, fordulj doktorhoz. Amiben a közös barátunk Charles Dill szerint én tudok neki segíteni. Oh, thank you. Mint az közismert, vagyis már tudhatnánk, egy nagy zeneboltot, a legnagyobb zeneboltot birtoklom, és tartom nyitva itt Freeburgben. Nemrég a volt feleségem a lemezgyűjtemény felét megkapta a bíróság, odaítette neki. Ezek között sok ritka felvétel is található. Az exem az nagyon fél a rendőrségtől, és mindig törvénytisztelő polgárként, I'm a law-abiding citizen, szóval törvénytisztelő polgárként viselkedik. Ha és amennyiben a néhány emberünk oda menne uniformisban, és azt mondaná nekik, hogy azok a kis lemezek, azok ugye bizonyítékok egy nyomozásban, akkor csak mosolyogna és odaadná őket, akármit is kérnének, nem is nézné meg, hogy van-e rendes felszólításunk, vagyis végzésünk. Van Damme és Birch. Most mi? Ja, hogy három ember kell. Randall, Birch és Birch Junior. Menjetek. Én erre nem feszélenék túl nagy erőket. Randall már így is probléma. Aj, modern művészeti galéria. Az őr azt mondja, hogy valaki bejutott a kiállítási csarnokba, és péniszeket rajzolt, nem hiszem el, a művekre, majd, és itt jön a csúcs, elbújt a szekrényben. Hogy úristen, Pördi és Szamadi, gyerünk. Úgy van, Kingston és Dixon elkapták a nem tudom kit, asszautost. Kicsit sok az ügy, és már nem tudom mi volt ez. Christopher G. Sand. Jack. 22 óra 9 perckor lesz valami az erőműnél. Engineering plant. Valami hasonló. Nem szeretnénk, hogyha oda menne egyetlen rendőr is, hogy szétzúzza a partit, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy 4000 dollár az elegendő lesz arra, hogy ez így is legyen. Hát gondolom, akkor majd kapunk egy hívást, amit nekem ignorálnom kell majd. Basszus. Chief. Egy főnök segítettünk ennek az Ulrichnak, és ezért ennek köszönhetően adott egy Gennaro Crespo albumot. A mester. Igaz, hogy Birch a glamet szereti, szóval ő nagyon szomorú volt. És a bárnál volt nagyon szomorú, mikor a műszak véget ért. Birch. Birch már megint iszik.
Köszönjük a segítséget, Mr. Boyd, itt van 3000 dollár. Még le nincs mit, úrik. De hogy Birch attól szomorú, hogy nem olyan lemezt kapott, amilyen zenét szeret, hát én megőrülök, és ezért már írni kezd. Nagyon. Minden lámpa ég, amikor megérkezik a rendőrség, a múzeum, én nem tudom, biztos valami kurátor, nem tudom, valaki, aki ott karban tartja a dolgokat, elmagyarázza, hogy néhány hete van csak ez ebben a pozícióban, és aggódik, hogy kirúgják a hülyesége miatt. A rendőrség megnyugtatja, és ezért cserébe ő rámutat a mosdóra, amelybe az idézőjeles művész bezárta magát. Menjünk be a szomszédos kis mosdó fülkébe, vagy mi a figyfene az, sloziba. Vagy ordítsunk rá, hogy jöjjön ki feltartott kezekkel, ami azt eredményezheti, hogy a gatyája viszont lent lesz. Vagy törjük rá az ajtót. Én azt mondanám, hogy gyere ki, lesz ami lesz. Ó, te jó ég! Egy megrettent és könnyekig hatódott, na jó nem, de szóval könnyező férfi, ifjú titán, ráadásul késsel hanonászva ragaszkodik ahhoz, hogy valami művészetnek olyan művészetet mutatott itt nekünk, amit senki nem ért meg. Ezért megtagadja, hogy feladja magát, vagy megadja magát, és azzal fenyegetőzik, hogy leszúrja saját magát. Próbálj meg elvenni a kést, mesélj még a munkádról, vagy ne aggódj, nem is vagy bajban, csak beszélgetni szeretnénk. Én meséljünk a munkádról, ember, mesélj a munkádról. Hopp, és már meg is van. Pördi és Sanari, kalcsincsatok össze, és én állom a kávét. Oké. Okay. Mizó az investigációval? Details. Details, details, details. Ez a sorrend nem jó. Bemegyünk. Bemegyünk a bárhoz. Elrakjuk a cuccot. Vagy ez a szép? Az az ajtó, vagy a szép? A széphez valószínűleg nincs kulcsunk, úgyhogy felfeszítjük a széfet. Berakjuk a... Nem. De mindegy, oda menjünk a bárhoz. Mondom, oda menjünk a bárhoz. Elrakjuk a holmit, és aztán felfeszítjük. Ennek semmi értelme nincs. Szerintem az összes permutáció variáció kombinációt így kipróbáltam, de egyszerűen nem működik. Van kulcsunk, akkor az Úristennek feszítenénk fel. Majd tennénk el, és utána mennénk a bárhoz. Nem. Feszítjük. Bárhoz megyünk, eltesszük. Nem. Akkor a felfeszítés ez kimúlt, mint első pozíció, menjen a következő. Bárhoz megyünk, felfeszítjük, eltesszük, nem. Bárhoz megyünk, eltesszük, felfeszítjük, nem. Eltesszük, bárhoz megyünk, felfeszítjük, nem. Eltesszük, felfeszítjük, bárhoz megyünk, nem. Nem jó. Nem jó. Azért nem jó, mert kulcsunk van hozzá, érted? Kulcsunk. Ezt hogy? Tehát hogy... Hogy így hogy? Nem tudom. Nincs más lehetőség. Gangs. Nem tudjuk letartóztatni. Hát már investigáljuk őt, ugye? Yin Yangot még nem annyira szeretném elkezdeni investigálni. Archívban nincsen. Folyik tovább a nap. Odakint már. Már nem annyira pörögnek az események. Annak ellenére, hogy azt mondták, hogy hosszú lesz ez a nap. Most kéne, hogy jöjjön az a buli, ami a 4000-et kapunk, ha nem megyünk ki. Valamikor így most. Úgy, engineering plant, lopás. Hívást kaptunk a karbantartóktól egy gépgyárban. Kettő embert látott, akik alumíniumot loptak. Ó, a gyárból,
egy falon keletkezett lyukon át. Ezt most egy pillanatra békén hagyjuk. Sajnos lemaradtam a hívásról, bocs. Ez nagyon durva így, de lemaradtam a hívásról. Hopp, igen. Három új frame, mindjárt más. Hát mindjárt más. Na jó, oké. Szóval, bemegyünk. Van kulcs az ajtóhoz, mert ugye azt mondjuk van kulcs. Oda megyünk a bárhoz, úgyhogy nem volt ott senki. Hopp. Majd elraktuk a széfbe. Így. Így, ennyi. Hát ezért kellenek ezek az új képek. Az első képek átverések voltak, mind úgy, ahogy vannak. Oké, Ninghe, kínai bevándorló. Hivatalosan sehol nem dolgozott az elmúlt 10 évben. Őt gyanúsítottunk. És kimegyünk Sherrow-val, Kingstonnal és Purdy-vel letartóztatni. Ha már itt vagyunk. Christopher Sand azt mondja, hogy itt van $4000. Egyébként nyilván elmenekült így a gonosz. Pszichológiai teszt. Jack. Thomas Blaine hírek voltak ugye az újságban, ő volt az, aki visszavonult rendőr, skizofrén lett és lelőtt egy terhes nőt, mert azt hitte, hogy hogy hívják, öngyilkos merénylő. Hogy bebiztosítsuk, hogy ez a tragédia nem ismétli meg önmagát, úgy döntöttünk, hogy pszichológiai tesztnek vetjük alá minden 50 év fölötti rendőr alkalmazottunkat. Ez minket is, Jacket is érinti. Holnap reggel Dr. Eleanora Waterbury már vár minket az irodájában, ne késünk el. Szuper! Imádom! Na gyorsan oldjuk meg ezt az ügyet, aztán menjünk haza, mert hosszú volt a nap. És lassan lejár az időnk is. Gyerünk, gyerünk. Szurkolok. Meg is van. Ennyi. Ennyi. Kész. Hol mentünk, letartóztatok. Kész. Ügy lezárva. Letartóztattunk mindent. Minden? Minden gyanúsítottat. Szuper. Ő kiesett. Nem tudok még investigálni. Vele tudunk valamit kezdeni? Remélem megkapjuk az 5000-es letartóztatási bónuszt. Na jó. Vége a napnak. Legyen vége a napnak. Ennyi. Köszönöm a figyelmet. Holnap innen folytatjuk. Pontosabban úgy holnap, hogy a rendőrfőnök holnapi napjával a jó pszichológiai teszttel, amire reméljük, hogy mi fogunk majd csodálatos válaszokat adni. És tekintettel arra, hogy most nem léthetünk elő senkit, nem történik semmi. Legyen is vége a napnak egy checkpointtal. És reméljük, hogy nem esti. Így van. Holnap pedig a 8. nap érkezik. Robespierre-nek politikai ambíciói vannak. Kincseket loptak. A... micsoda? Nem loptak. 90 000-et költ, bocsánat, a városi kincstár 90 000-es kiadást költ, dobott ki csak úgy a polgármester születésnapjára, illetve 6 új étterem nyílik majd a városban év végéig. Ezekkel a csodálatos hírekkel fejezzük be ezt a bejelentkezést, úgyhogy várom titeket vissza a következő napokra. Sziasztok!